Jó napot kívánok! Ez a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Köszöntöm nézőinket! Sportcentrum, közpark, kutyafuttató. Ez a három létesítmény készült el a felhagyott ipari szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja című Európai Uniós projekt keretében. A 3,3 milliárd forint értékű barnamezős beruházás a téglagyári útmenti területeket alakított át és tette vonzóvá. A projekt építő munkái 2020. januárjában kezdődtek meg, és decemberben értek véget. A város legnagyobb topos fejlesztését a projekt zárónapján, ma délután összegezte sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Áldozó Tamás polgármester és Rádi Róbert ügyvezető. A sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő gratulálta a városnak a beruházáshoz. Ennek a környéknek, a városnak és a sportnak egy nagy örömteli pillanata a mai sajtótájékoztató, melyen bejelenthetjük, hogy elkészült az úgynevezett barnamezős beruházás helyén lévő sportcentrum, amely elsősorban az atlétika sportágat, de emellett más sportágakat is kiszolgál. Megújult a környék, így a Svencellrét, ami egy nehéz sorsú területe volt a városnak sok problémával, a csapadékvíz elvezetéstől kezdve is sorolhatnám, és emellett ennek az épületnek a környéke is teljesen megújult. Ez a városrész ma elmondhatjuk, hogy jelentősen felértékelődött az itt lakók számára, az egész város számára is. Rádi Róbert a projektet koordináló Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Ügyvezetője a beruházás műszaki tartalmát ismertette. A barnamezős beruházás három beavatkozási helyszínen valósult meg. Ha a téglagyári úti körforgalomtól haladunk, akkor az első beavatkozás az a volt gázcseretelep területén kialakított kutyafuttató. A következő beavatkozási helyszín a téglagyári úton, ez az atlétikai centrum. Az épületből, ez épületből és a sportpályából áll. Ez két külön közbeszerzés keretében is lett meghirdetve, illetve kialakítva. A harmadik beavatkozási helyszín a Svencellrét. Itt kétféle célt szeretett volna elérni Pápaváros önkormányzata. Az első cél az egy olyan közparknak a létrehozása, ami egy eddig gondozatlan, feltáratlan területen egy olyan kulturált környezetnek a kialakítását célozta, amely sétányokkal, közvilágítással, játszótérrel, egy disztóval rendelkezik. De nagyon fontos cél volt az is, hogy az egyébként a környezetében levő lefolyástalan csapadékvíz szempontjából problémás utcáknak a csapadékvíz elvezetését is szerette volna az önkormányzat ezáltal a beruházás által megoldani. A projekt összköltsége közel 3,3 milliárd forint volt, melyből több mint 3,1 milliárd forintot a pályázati támogatás és a tavaly megítélt kormányzati ráemelés biztosított. Dr. Áldozó Tamás polgármester úgy fogalmazott, emberemlékezet óta nem történt ekkora fejlesztés a városnak ezen a részén. Én szeretnék köszönetet mondani itt a projekt zárultával először is azoknak, akik lehetővé tették azt, hogy mi sikerrel szerepeljünk a pályázaton. Döntéshozóknak köszönöm szépen képviselő úrnak a közbejárását és a támogatását. Aztán köszönöm azoknak a munkáját, akik az előkészítésbe az ötlettől, mondjuk a kiviteli tervekig támogattak bennünket, és végül köszönöm szépen a kivitelezőknek a határidőre elvégzett munkát. Szeretném megköszönni a türelmét a környéki a lakóknak. Én azt gondolom, hogy sok-sok embernek az együttmunkálkodása, a támogatása, a jó takarása eredményezheti azt, hogy ma itt állunk, és más nem tehetünk, mint azt, hogy fokozzuk tovább a feszültséget, hisz sajnos az a pillanat még nem következhetett be, hogy beengedjük ide a pápaiakat. Ugye eredetileg már azt terveztük, hogy kis csoportokban megnyitjuk és lehetőséget biztosítunk a bejárásra, de hát pont a járványügyi előírások szigorítása miatt erről is le kellett mondani. Azonban ígérjük, hogy mihelyt lehetőség lesz arra, hogy megnyissuk az ajtókat, akkor mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel fogunk itt várni. A polgármester a terület további fejlesztési lehetőségeiről is szót ejtett. Mint mondta, szeretnék tovább folytatni a városrész felértékelődését segítő beruházásokat. 243 millió forint plusz forrást kapott az önkormányzat a kormánytól az energetikai projekt többletköltségeinek fedezésére. A topos pályázaton 299 millió forint támogatást nyert el a város a beruházásra, a ráemeléssel együtt közel 543 millió forint központi forrás állt rendelkezésre 5 közintézmény energetikai korszerűsítésére.
A ráemelésről szombaton jelent meg a kormány határozata Magyar Közlönyben. Erről tartott sajtótájékoztatót tegnap dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és dr. Áldozó Tamás polgármester. Az Eszi-Teveli úti otthonháza volt az egyik közintézmény, melynek energetikai megújítása megvalósult, a Pápaváros közintézményeinek energetikai korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében című TOP projekt keretében. Itt tartották a sajtótájékoztatót a politikusok. A településfejlesztés és területfejlesztési operatív program az 2016-ban indult, ekkor kellett programtervvel pályázni az önkormányzatnak. Az önkormányzat a környezetvédelem terén és az energiahatékonyság terén nyújtott be egy nagy volumenű pályázatot 5 önkormányzati intézmény energiahatékonysági projektjére, de természetesen a 16-os árak azok ma már nem voltak tarthatók az elkészítés ideje alatt, ezért szükség volt arra, hogy a ma már szerintem sokan ismerik ezt a szót, hogy ráemelés történjen, hiszen az építőipar áremelkedések következtében előállott árnövekedést, azt valahogy kompenzálni kell. Ehhez nyújtott az állam, az elmúlt napokban meg is jelent a Magyar Közlönybe, mintegy 250 millió forint ráemeléses támogatást. Az energetikai projekt 2019 őszén indult és múlt év végén zárult le, és az Eszi-Teveli úti és Vörösmarty úti otthonháza, a Városi Sportcsarnok, a Jókai-Morvárosi könyvtár és a Nátus konyha energetikai megújítását tette lehetővé. A sajtótájékoztatón dr. Áldozó Tamás polgármester köszönetet mondotta a kormánynak a többlettámogatás megítéléséért. A kormányzat már a programok végrehajtásának a megkezdésekor jelezte az önkormányzatoknak, hogy kész arra, hogy segítséget nyújtson az önkormányzati világnak a pályázatok befejezéséhez, és most a harmadik kérelmünkre, a harmadik esetben hitelesíti ezt a kijelentését a kormányzat. A 2 milliárd 37 millió forintot kaptunk eddig többletforrásként az operatív program projektjének a végrehajtására, és 8,7 milliárd forint volt az összeg, amit korábban elnyertünk a területi operatív program 15 pályázatának a végrehajtására. A polgármester hozzátette, a többi projekt esetében is nyújtanak be kérelmet ráemelésre, ahol a megvalósítás költsége magasabb a pályázatban tervezetnél. Egy benyújtott és el nem bírált kérelmünk van ebben a pillanatban. Ezt a közelmúltban nyújtottuk be, tehát még nem is volt várható vagy remélhető, hogy rövid időn belül erről döntés szülessen. Ez pedig a közlekedés egyes projektünknek a többletköltségeire benyújtott kérelem. A városvezető elmondta, a pályázati forrásokon és a többlettámogatásokon felül az önkormányzat saját forrást is hozzátesz a projektek költségeihez, amennyiben azokra nem nyújtható be ráemelési igény. Múlt héten adtunk hírt arról, hogy az önkormányzat mobiltelefonok megvásárlásával segíti a házi orvosi praxisokat a koronavírus elleni oltás beadásának szervezésében. Ezek a telefonok megérkeztek. Dr. Áldozó Tamás polgármester kedd délelőtt adott át 8 készüléket Újvári Hajnalkának, az Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjének és dr. Kalmár Zsolt házi orvosnak. A vakcinaoltásban a legkevesebb időt igénylő rész maga az oltásnak a beadása. Az oltásra a páciensek beszervezése az elég időigényes. Ez a folyamat legfőképp telefonon történik, tudtuk meg dr. Kalmár Zsoltól. A házi orvos vetette fel azt, hogy az önkormányzat mobiltelefonok biztosításával tudná segíteni az adminisztrációs munkát. Ezzel kapcsolatban dr. Áldozó Tamás polgármester múlt héten arról számolt be, hogy megkezdték beszerezni a kért készülékeket. Ezek most megérkeztek. Annyi időre volt csak szükségünk, hogy a közbeszerzésen kiválasztott beszállítónkkal tudjuk egyeztetni a készülékeknek a beszerzését, illetve az előfizetéseknek a típusát, és a készülékek már rendelkezésre is állnak. Az igényelt 8 darab készüléket tegnap adta át a városvezető Újvári Hajnalkának, az Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjének és dr. Kalmár Zsolt házi orvosnak. A telefonokat felnőtt házi orvosi praxisokban fogják használni oltás szervezésre, mondta el híradónknak az alapellátás vezetője.
12 körzetünk van, de sajnos abból 3 betöltetlen, 3 körzetben nincsen állandó orvosunk, tehát ezt helyettesítéssel látjuk el. Akik igényelték vagy kérték a telefont, őnekik fogjuk kiadni. Természetesen ez egy része nem is biztos, hogy a háziorvos fogja használni, hanem mondjuk az asszisztense, mert mondjuk ő intézi a telefonokat, de ez nekik is nagy segítség, hogy mondjuk nem a saját telefonján kell ezeket a hívásokat intéznie. A telefonok átadása után a városvezető kitért egy másik fontos kérdésre is, ami a tömeges oltások kapcsán merül fel. Elmondta, amennyiben szükség lesz rá, biztosítanak helyet erre a célra. Mi a háziorvosok képviselőjével, dr. Kalmár Zsolttal már hetekkel ezelőtt egyeztettünk, és kiválasztottunk egy helyszínt arra az esetre, ha egy tömeges oltópont kialakítására volna szükség. Tudjuk, hogy most az oltás az a háziorvosi praxisokban és a kórházban folyik az egész országban, azonban mégis felmerül az igény arra, hogy egy tömeges oltakozásra alkalmas helyet alakítsunk ki a városban, akkor mi kiválasztottunk egy olyan közintézményt, amely belső építészeti adottságaiból adódóan, és a mellette található parkolószám figyelembe vételével is alkalmas arra, hogy ezt a tömeges oltást rendelkezésére bocsássuk. Továbbra is lehet igényelni a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oltásra regisztrálni a vaccinainfo.gov.hu weboldalon lehet. A pápai Szent Benedek plébánia Caritas csoportja a korábbi évek sikerein felbuzdulva idén februárban is hirdetett adománygyűjtést a közösségi médián keresztül, amire rengeteg felajánlás érkezett. Többek között ágynemű húzatok, mosószerek, papírárok gyűltek össze. Ezeket a héten juttatták el a csoport képviselője a Gróf Eszterházi Kórháznak és az Egyesített Szociális Intézménynek. Az elmúlt hónapban városszerte gyűjtött többek között ágyneműket és tisztítószereket a Szent Benedek plébánia Caritas csoportja. Matting Norbert, a csoport vezetője elmondta, 2 intézményt támogatnak ennek a gyűjtésnek a keretében. 2 intézményt néztünk ki magunknak, az egyik a Pápavárosi Kórház, a másik pedig az ESZI-nek az Idősek Otthona intézménye, és úgy is hirdettük meg a gyűjtést, hogy még használható, jó állapotú ágyneműket, törőközőket, illetve tisztálkodószereket, tartós élelmiszereket szeretnénk gyűjteni, és ez február teljes egészét lefette. A Caritas csoport vezetője szerint a vártnál jóval több adomány érkezett. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyan 50 feletti ágynemű garnitúrát tudunk mind a 2 intézménybe vinni, tehát nagy volt a lelkesedés, és nagyon sokan segítettek. Hétfői napon az Egyesített Szociális Intézményhez juttatták el a csomagokat. Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI vezetője elmondta, nagy örömmel fogadták az adományt, a szociális intézmény több telephelyén is tudják hasznosítani a kapott termékeket. Mivel szerteágazó az intézményünknek az ellátási területe, sok területen fogjuk tudni hasznosítani. Itt a mosószerekről beszélek elsősorban, öblítőkről, papírzsebkendő, tisztálkodószerek, és az ágynemű, amit az Idősek Otthona területén természetesen fel tudunk használni, és nagy segítség. Kedden a Gróf Eszterházi Kórház kapott a felajánlásokból. A kórház részéről Marton Piroska, ápolási igazgató helyettes vette át az adományt, aki megköszönte a segítséget az egész kórház nevében. Hírműsorunk végén következzen az időjárás jelentés. Csütörtökön sokfelé fátyol felhők szűrik majd meg a napsütést, de a megnövekvő gomoly felhőkből északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Este délkeleten és délnyugaton is megdörrenhet az ég. A nyugati-délnyugati szél több helyen megélénkülhet. Hajnalban 5-10, délután 18-26 fokot mérhetünk. Péntek hajnalban hidegfront érkezik észak felől, melynek hatására keleten, délkeleten lehetnek záporok, de napközben már túlnyomóan napos, száraz idő várható. Az északi szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik. Délután mindössze 11 és 16 fok között alakulhat. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!